Feladatunk nehéz. Eleve azt kéne bebizonyítanunk ma este, szerencsére nem elsősorban nekem, hanem a vendégeimnek, hogy létezik egy másfajta gazdaság azzal szemben, amit az utóbbi években most már egyre egyértelműbben a falnak menni látunk, és fenntarthatatlannak látunk. De mivel nem gondoljuk azt, hogy itt mindenki egy ökopolitikai forradalmár, ezért a kályától fogunk kiindulni, és meg fogjuk mutatni azt, hogy a jelenlegi gazdaság miért fenntarthatatlan, milyen ökológiai korlátjai vannak. És azt szeretném, akkor lennék boldog, hogyha úgy mennénk innen el, hogy egy kicsit érzékeltetni tudjuk, hogy van egy más alapokra lakott gazdaság, ami egy alternatívát jelent, és ez nem valami hagymázas őrültség, ködevőknek a lázas víziója, hanem megvalósítható, és ebben nekünk is szerepünk van, hogy egy ilyen gazdaságot megvalósítsunk, és az összes többi szereplőnek, aki a társadalomban él és mozog. Három expozét fogunk látni, hallani nagyon röviden. Vida Gábor fogja kezdeni, akit arra kértünk, hogy beszéljen azokról az ökológiai korlátokról, amik egyre inkább magát a gazdaságot is. Most a gazdaságra koncentrálunk, de hát ugye van társadalom is, meg annyi minden más, de magát a gazdaságot is egyre keményebben beszűkítik, eltérítik, megállt parancsolnak neki. Utána Hetesi Zsolt fog beszélni, aki egy kicsit átvezet minket az ökológiai szintéről a társadalom felé, és megmutatja azokat a kihívásokat, amikre közepes időtávon a társadalmak ezek miatt az ökológiai korlátok miatt számítani kell, hogy számítsanak, és végül Boda Zsolt pedig kifejezetten a társadalomnál maradva, mint közgazdász, a lehetséges másmilyen társadalomról kezd el beszélni, amit az expozé után folytatunk. Tehát a vendégeim Hetesi Zsolt fizikus, az ELTE adjunktusa, Vida Gábor biológus, akadémikus, és Boda Zsolt közgazdász, politológus, az MTAPTI tudományos főmunkatársa, a Corvinus Egyetem tanára, illetve kollégám a Védegyletben. Úgyhogy akkor megkérném Vida Gábort, hogy egy megbeszélt 7 perces expozét tartson meg elsőként. Köszönöm szépen a szót. Én rögtön az elején azzal kezdem, hogy ennek a szakterületnek, amivel itt mi foglalkozunk, amit nagyon tágon azt lehetne mondani, hogy... Így jobb. Nehéz megmondani, hogy ki ennek a szakértője, mert ennek nincs szakértője, ennek vannak értői, de azért nincs szakértője, mert ez nem egy szak. A szervezők itt megpróbálták itt szétosztani a szerepeket arra, hogy hát én, mint biológus, inkább az ökológiáról beszéljek, Hetesi Zsolt mellettem, mint fizikus beszéljen, akkor a éghajlattal kapcsolatos eseményekről, a Boda Zsolt pedig a gazdasági oldalról, társadalomtudományi oldalról, de ez nem megy. Tulajdonképpen, hogy akármilyen kérdést elkezdünk feszegetni, jön vele a másik kettő is. Rögtön az első alkalommal, az első probléma az, hogy itt három teljesen összefonódó dolog, és ráadásul olyan módon összefonódó, hogy egymást erősíti többnyire, tehát a társadalmi vonatkozások, a gazdasági vonatkozások és a környezeti vonatkozások, azok egymást erősítve hozzák a válságukat létre. Én szoktam egy ilyen diát vetíteni, ahol ez a három, és alatta mindegyiknek egy részletesebb kifejtése, körülbelül egy olyan 8-10 címszóval, mindegyik szó utána hozzátehetnénk azt, hogy válság. És tulajdonképpen ez a szomorú dolog, és ezért van annyi zűrzavar is ugyanakkor, mert olyan jelenségek, mint a klímaváltozás, vagy a biodiverzitás vesztés, még közelebb. Ezek olyan dolgok, mint a klímaváltozás, a biodiverzitás vesztés, vagy akár mondjuk a gazdasági növekedésnek a kérdése, önmagában szinte kezelhetetlenek. Mégis azért megpróbálok valamit mondani ennek megfelelően, bár megmondom, hogy óhatatlanul belekontárkodok a közgazdaságtan kérdéseibe is, az itt a főszereplő valójában, és a klímaváltozás kérdéseibe is. Ha az a kérdés, hogy mi is tulajdonképpen a fenntartható fejlődés, akkor én azért mindig egy biológiai példát tudok mondani, mert a bioszféra fejlődése 3 milliárd év alatt az
fenntartható módon fejlődött. Mi az, hogy fenntartható? Én a fenntarthatóság alatt azt értem, nem az, hogy állandó, nem az, hogy változatlan, hanem az, hogy a működő képessége megmarad. És nem omlik össze. Annak ellenére, hogy mindenféle zavarás azért éri, mert a bioszféra fejlődésében is időnként voltak borzalmas dolgok, mint amilyen a hólabdaföld, vagy ennek ellentéte, amikor a szaunaföld alakult ki, vagy aszteroid becsapódások, de túlélte, és ennek a túlélésnek nagyon sok tanulsága van számunkra is, éppen a diverzitás, a változatosság, a megbízható energiaforrás, a másik fontos tényező a napenergiára alapozott a bioszféra, és sok olyan dolog, amit el lehetne tanulni a társadalmi vonalon is. Már most az a szó, hogy fejlődés, az azt hiszem neked van kiosztva, de azért hadd jelezzem azt, hogy én a közvélemény során sokszor hallom most, és politikusoktól még többször, hogy fenntartható növekedés, és hát ez egy abszurdum, mert ha valaki először megpróbál papírral, ceruszával, számokkal számolni, és különösen, amit ugye mostanában általában a közgazdaságban használnak, az exponenciális növekedés, hogy az előző év százalékának megfelelően növekedtünk. Ezek rövid idő alatt a csillagos egekbe visznek föl minket, ha működik, ami eddig azért ténylegesen viszonylag jól működött, mert az utóbbi 200 évben az emberiség borzasztó nagy haladást idézőjelbe tett abban az irányba, hogy a javakat, ha föl tudja halmozni. Hozzáteszem azt, amivel azt hiszem, hogy mindannyian egyet fogunk érteni, hogy ez csak a fosszilis energia segítségével történhetett, amit megint nem nagyon realizál az embereknek a zöme. Fogalmuk sincs arra, azt hiszik, hogy a mi zsenialitásunk hirtelen megugrott, ami még a görögöknek és más ókori bölcseknek nem sikerült, az végre egyszer aztán a 1700-as, 1800-as évek környékén nekiugrott, és akkor jöttek a zsenik egymás után. Nem így van. A fosszilis energia révén szabadult fel annyi ember és annyi lehetőség és annyi energiaforrás használata, amivel el tudtuk érni azt, hogy egyrészt megugrott a létszámunk ugye 7 milliárdra, aminek azért borzasztó súlyos következményei vannak, hogyha az ember azt gondolja meg, hogy mi lesz velünk, hogyha az energiával gondok vannak. De ennek következtében mi azt hiszik, hogy minden csak a mi nagyságunk és zsenialitásunk következménye. Az volt még egy kérése a szervezőknek, hogy az ökológiai válságnak a komponenseit próbáljam valami néhány pontban összeszedni. Hát mindegyik olyan, akit megpróbáltam felsorolni, biodiverzitás vesztés. Rögtön nem tudja az embereknek az öme, azt se tudja, hogy mi az, hogy biodiverzitás, élővilág változatossága. Miért fontos ez? Azért, mert ökoszisztéma szolgáltatásoknak ez adja a megbízható alapját. És mik azok az ökoszisztéma szolgálatok? Levegőnk van, lélegzetet tudunk venni, vízünk van, éghajlatunk olyan, hogy el tudjuk viselni, tápanyagot kapunk, mindenféle olyan dolog, amihez észre se vesszük, hogy milyen szükségünk van rá, de mégiscsak, hogyha hiányzik, akkor rögtön nagy baj van. A következő, víz. A víz az egy óriási probléma a következő években. Mi itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, de hát hallani olyan statisztikákat, hogy hány százezer ember az itt a Földön, akinek egy WC lehúzásnyi víz jut egy egész napra, abból főzzön, abból mosson, abból igyon, abból csináljon mindent. Tehát a víz az egyre nehezebb, és azért olyan nehéz, mert olyan sokan vagyunk, és annyira használjuk, és főleg ugye az utóbbi időben most már a mezőgazdaság is nagyon, nagyon szeretné egyre jobban használni. A talaj a következő elem. Talajvesztés óriási. Vannak adatok, fejből én ezeket sose tudom megjegyezni, hogy milyen mértékben vészel a talaj. Azáltal, hogy szántunk, azáltal, hogy forgatjuk, azáltal, hogy szellőztetjük, a humusz eloxidálódik belőle, azáltal, hogy vegyszerezünk, és ennek következtében ezt az állapotot nem biztos, hogy tudjuk tartani akkor, hogyha a műtrágyával és egyéb vegyszerezéssel az energia összefüggések következtében bajok vannak. Azután vannak olyan elemek, amelyek igencsak fogynak. A foszfát az egyik ilyen kritikus. Foszforra mindenkinek nagy szüksége van, hiszen a DNS-ünknek a legfőbb komponensei közé tartozik. Ribosz foszfát, gerinc alkotja ezt a DNS-t.
És a foszfor az nem egy olyan elem, amelyik úgy valahogy koncentráltan van, valahol aztán onnan veszünk föl vele. Eléggé diffúz módon szanaszét van, és ráadásul a ciklusa is nagyon bonyolult, nem olyan, mint a többi elemé, amelyiknek a gázfázison keresztül mindig van valami jó utánpótlása. De ha azt mondanám, hogy a klímaváltozás is az ökológia hatásköre, hát tulajdonképpen itt is arról van szó, hogy vajon kérdéses az, hogy vajon tud-e a bioszféra alkalmazkodni, vagy milyen veszteségek árán tud alkalmazkodni. És akkor végezetül még azt szeretném megjegyezni, hogy milyen jól hangzik az a jelszó, hogy save the planet, mentsük meg a Földet. Ez az önfejűségünk és a butaságunknak a jelszava. Mert azt hiszik, hogy tőlünk függ a Föld. A Föld nagyszerű, a Föld az túl fog élni minket, a Földnek még a bioszférája is regenerálódni tud. Jusson eszünkbe az, hogy baktériumok még a közetekben 3-400 méter mélyen is ott vannak és éldegélnek. Igaz, hogy nem nagyon sietetik magukat, mert 2-300 évenként osztódnak egyet, nem úgy, mint a tenni. Felszínen lévő kóli, amelyik ugye 20 perc után ketté tud osztódni. Úgyhogy az életnek a sebességét van, aki ügyesen spórolásra kapcsolja, van, ahol viszont elkapkodja. Hát bevezetőbe talán ennyit. Köszönöm szépen Vida Gábornak. Nagyon jól állunk. Köszönöm szépen az előadónak, hogy tartotta az időt. Akkor megkérném Hetesi Zsoltot, hogy beszéljen egy kicsit arról, hogy mit jelent a fejlődés fogalma, milyen kihívásokra kell felkészülniük a társadalmakra közepes időtávon, milyen folyamatokra számíthatunk klímaváltozás, energia csúcs kérdésében. Tessék, köszönöm. Köszönöm szépen. Na most megnéztem az órámat, aztán majd erről elfeledkezem később. Tehát 7 percem van. Erről a három kérdésről 7 percben körülbelül annyira lehet beszélni, mint induló vonatból szerelmet vallani, de ennek ellenére én itt még jöttem-mentem a városba, meg tegnap végig gondoltam, hogy miről szeretnék beszélni. Nagyon, hát hogy is mondjam, csak szóval érdekes dolog nekem pont föltenni a fejlődés kérdését. Ugye a fizika, amelyikben én dolgozom, az tulajdonképpen annak köszönheti a mai eredményeit, hogy rengeteg technológiai lépés áll mögötte, ezek mögött viszont energiahasználat. Mit jelent a fejlődés? Jelen pillanatban a fejlődést a legtöbben a világban, mert elhitették velünk azok a, hogy is mondjam, gondolatformáló gépezetek, amelyek a médiából állandóan ömlenek felénk, hogy a holnap jobb lesz, mint ma volt, holnap többet fogyasztunk, mint ma fogyasztottunk, elv mentén épül fel a világ, és ezt az emberek jelentős része még mindig elhiszi, mert senki nem szólt nekik, hogy ez nem így van. Ugyanakkor idéznék egy amerikai közgazdászt, aki azt mondta, hogy aki egy véges rendszerben a végtelen növekedés ábrándját kergeti, az vagy hülye, vagy közgazdász. Bocsánat, én gondolom, hogy itt nincs senki, aki ezt magára venné, de ettől függetlenül azt azért el kell mondani, hogy a véges rendszerben a növekedés előbb-utóbb beleütközik a véges rendszernek valamilyen korlátjába. És a professzor úr az előbb elmondta, hogy több korlát egyszerre közeleg. Tehát annak következtében, hogy az ember egyre nagyobb részt hasít ki a természetből, tehát a természetes ökoszisztéma szolgáltatások egyre nagyobb hányadára tart igényt. És most zárójel, a megújuló energiák címszó alatt most még a biomasszához is jobban hozzá akar nyúlni, mint eddig, zárójel bezárva, ez egy ilyen járhatatlan út, de még nem értjük, nem érti mindenki. A másik dolog pedig az, hogy ugyanakkor azzal a rengeteg fosszilis forrás eltüzelésével, ami ugye eddig történt, és ami még mindig töretlenül nő, mert minden kínai meg indiai lassan ezen a világon, ennek köszönhetően az éghajlatunk romlik, változik. Ha valaki nem hiszi, akkor nézze meg azokat a szélsőségeket, amik az elmúlt 20 évben tapasztalhatók, majd mindjárt erre is kitérek egy picit. Illetve fölépítjük a társadalmat egy olyan energiaforrásra, ami elfogy. Ez mind-mind összességében a növekedés fenntarthatatlanságát jelenti, és ugyanannak a gátlástalanságnak több oldalról vett, hogy is mondjam, csak szóval diagnózisa. A valódi fejlődés az kizárólag a természetes rendszerek mintájára lenne elképzelhető. Tegyünk egy pici összehasonlítást röviden. A természetes rendszerekben a hajtóerő a napenergiája, amelyik folyamatosan érkezik, olyan, mint mondjuk a fizetésünk már akinek van. Ezzel szemben a földi társadalmi rendszerben az energiaszolgáltatás pillanatnyilag egy nagybácsi örökségéhez hasonlítható lerakatból érkezik, a nagybácsi öröksége a fosszilis források.
Ezekhez a hozzáférésünk százszor, bizonyos esetekben ezerszer nagyobb kinyerési sebességet tesz lehetővé, mint ami a napenergiából számunkra elérhető, vagyis föl tudtunk építeni egy olyan társadalmat, amely mesterségesen nagy lábon él. De mindenki tudja, a nagybácsi öröksége egyszer elfogy, és utána vissza kellene nyúlni a fizetéshez, csak az a fizetés, a napból érkező energia pillanatilag számunkra nem hasznosítható olyan hatásfokkal és nagyságrendben, ami ezt a társadalmat akár csak egy percig is működtetni képes. Tehát ezt szeretném, hogyha mindenki az eszébe vésni. Nem a technológia hiányzik ahhoz, hogy átálljunk, hanem az akarat, a felskálázható gyártókapacitás és az idő. A többi az megvan, tehát a többivel nincs gond. Ezt fel kéne ismerni. Mondok egy példát. Magyarországon egy ember átlagosan 87 kWh energiát fogyaszt naponta. Ennyibe kerül rávetítve a rendszer működtetés. Ebben van minden. Hogy van rendőrség, mennek a vonatok, hogy ő evett, fűtött, stb. És ugyanakkor a saját izomerejével körülbelül megfeszítve 1 kWh energiát tudna előállítani. Hát annyit tesz, mintha körülbelül 87 ember energiáját foglalkoztatná naponta fosszilis energiák formájába. Az aránytalanság gondolom látható. A fejlődés jelenlegi iránya tehát zsákutca. Ha nem veszünk tudomást arról, hogy csak fenntartható módon érkező energiaszolgáltatásból, azaz a napenergiából létezhet az a rendszer, ami fenntartható. Ha nem veszünk tudomást arról, hogy ehhez sokkal kisebb energiahasználat tartozik. Ha nem veszünk tudomást arról, hogy ezzel nem jár együtt szemetelés, hiszen a természet nem szemetel, csak a világűrbe hőfotonokat, na de az meg elég nagy, ott azok elférnek. Tehát ha nem veszünk tudomást arról, hogy nem lehet tovább szemetelni, nem lehet elpusztítani a koncentrált nyersanyagokat, megnövelve a föld entrópiáját, nem lehet tönkretenni a légkört, amíg nem veszünk tehát példát a természetről, addig a fejlődés, mint szó, félre van értve a mi gondolkodásunkban. Kérték még, hogy beszéljek a klímáról és az energiáról. Hát a klímaváltozás esetében, ugye ezt mondtam, hogy erre ki szeretnék térni. Az elmúlt 100 év 10 legmelegebb éve az az elmúlt 20 évben volt, ha én jól tudom, talán egy-két kivétel van. Az idei évet, ha megnézzük, szeptembertől lényegében a múlt hétig a legtöbb területen az országban nem volt egy csepp eső sem. Ugyanakkor a tavalyi évben például az én falumba 960 mm esett, amiből túlnyomó rész egy héten. Tehát látható, hogy a szélsőségek szaporodnak. Az energiafogytán van, ez körülbelül nem kérdés. Aki figyeli a híreket és tud a sorok között olvasni, az láthatja, hogy ezt most már egészen komoly helyeken is beismerik. Így utoljára, mert az időn fogytán, a jövőképről is, ha kellene pár szót ejteni. Addig, amíg ezt a rendszert erőltetjük, nincs reális jövőképünk. Tehát ez a rendszer arra épül, hogy a nagybácsi örökségét korlátlanul használjuk, a természetet, mint kizsákmányolandó rendszert vesszük alapul, illetve nem törődünk a ezekből fakadó következményekkel. Egészen addig ez a rendszer köszönő viszonyban se lesz a fenntarthatósággal. És ne dőljenek be, amikor a fenntarthatóságról beszélnek vállalatvezetők, politikusok, energetikai cégek, az nem a fenntarthatóság. A fenntarthatóság, tessék elhinni nekünk, úgy nagyjából kutattunk ezen a téren már elég sokat, egy természettudományosan nagyon jól megfogható, a természetes rendszerekből mintául vett energia és entrópia forgalomra épülő fogalom, definíció. És amíg ezt nem hiszik el, nem fogadják el máshol, addig bármire mondhatják, hogy fenntartható, csak nem lesz igaz. Hát még egyszer így záráskép, az a fenntartható, ami ezeknek a természettörvényeknek megfelel. Ezek jól leírható természettörvények, és éppen ezért körülbelül el lehet dönteni, hogy melyik rendszer fenntartható, és melyik nem az, és amelyik nem az, mennyire van messze tőle. Hát a jelenlegi társadalmi berendezkedés az nagyon messze van attól, amit fenntarthatónak nevezünk. Hát így dióhéjban akkor ennyi. Köszönöm szépen Hetesi Zsoltnak. Azért egyszer ránézett az órájára, láttam, elkaptam azt a 10 másodpercet, de nagyon profin tartotta a 7 percet. Zsolt, szerintem neked jutott ma lehet a legnehezebb kérdés, mert hát mit jelent a gazdasági növekedés? Ez még csak egy puszta definíció, amivel talán megbirkózol, hogy mi az, hogy gazdasági növekedés. De hát, hogy mondani valamit arról, hogyha nem ez a gazdasági rendszer, akkor mégis milyen alapon lehetne egy másfajta fenntartható gazdaságot berendezni? Igen, tehát ugye a beszélgetés címében is ez a növekedés és fejlődés szó szerepel, és ezt gondoltam is, hogy erre kitérnék, mert itt az előttem szólók is, mintha nem tettek volna a distinkciót. Ugye Hetesi Zsolt is azt mondta, hogy a valódi fejlődés az, ami a napenergiára alapozva, meg a természeti rendszerek mintára képzelhető el. Hát fejlődés az szerintem lehet akár nulla energia felvétel mellett is, vagy hogy mondjam. Tehát a fejlődés fogalma szerintem a development, a társadalmi értelme az azt jelenti, hogy a társadalom egy jobb helyzetbe kerül. Tehát hogy most van valamilyen helyzetben a társadalom, és aztán valamilyen jobb helyzetbe kerül a társadalom.
a társadalmi javulás, ez egy normatív fogalom, tehát ezt így közösen kell kitalálnunk a mindenkori társadalomnak, hogy mit tekint javulásnak. Most tényleg egy olyan világban élünk, ahol azt akarják velünk elhitetni, hogy a gazdaság növekedése, tehát a GDP növekedése az, ami egy jobb állapotba fogja hozni a társadalmat, és abban jobban fogjuk magunkat érezni. És tényleg ezt az a baj, hogy elég sokan elhiszik, pedig nagyon érdekes kutatások mutatnak rá, hogy ez nem így van. Például, mondjuk ha megnézzük, hogy a társadalmi jólétnek a különböző mutatóit, rengeteg mutatót nézhetünk, várató élettartam, csecsemő halandóság, írás tudás vagy írás tudatlanság, öngyilkosság, és így tovább. Nagyon sokféle jelenséget nézhetünk. Ezen indikátoroknak a javulása semmilyen módon nem függ össze a GDP-vel. Ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag a GDP változása, tehát a gazdasági növekedés változása, az automatikusan nem indukál igazából semmilyen társadalmi jólét változást. Sőt, az emberek megelégedettsége az élettel, a szubjektív boldogságérzés, az sem mutat semmilyen összefüggés nemzetközi összehasonlításba az egyfőtú GDP-vel. Egy kis zárójegyet nyitok, kivéve egy régióban, kíváncsi vagyok, hogy kitalálják, hogy melyik az a régió, melyik a világnak az a szeglete, ahol az emberek minél gazdagabbak, annál boldogabbak. Tessék? Nem Skandinávia, ez Kelet- és Közép-Európa. Tehát itt az emberek minél gazdagabbak, annál boldogabbak, egyébként pedig sehol máshol ez nem érvényes. Tehát Nepáltól Skandinávián keresztül Amerikáig, az, hogy valaki mennyire gazdag, vagy mennyire szegény, az úgy tűnik, hogy nem nagyon függ össze azzal, hogy mennyire van megelégedve az életével. Tehát úgy tűnik, hogy még a világon belül mi itt egy kicsit még materialistábbak vagyunk, ha szabad így mondani. De még egyszer, általában ez nem nagyon függ össze. Tehát, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy ugye most gazdaságról beszélünk, mi a gazdaságnak a funkciója? Hát az, hogy az életnek a materiális alapjait biztosítsa a társadalom számára, ugye valami javakat, szolgáltatásokat állít elő, vagy állítunk elő magunknak, ugye az is egy lehetséges gazdasági tevékenység, hogy fölásom a kiskertet és megteremem a krumplit magamnak. Tehát a gazdaságnak, ugye Polányi Károly használt ezt a szubstantív értelembe vett, szubstantív értelme a gazdaságnak az, hogy a társadalmi életnek a materiális alapjait biztosítsa. És ezt sokféleképpen lehet csinálni, lehet úgy is, ahogy most csinálja a gazdaság, alapvetően piaci koordináció révén, és alapvetően valóban egy ilyen fosszilis energia inputot, óriási inputot felhasználva és tönkretéve a bolygót, lehet így is csinálni, meg lehet úgy is csinálni, ahogy mondjuk, mit tudom én, egy tradicionális kis közösségek éldegéltek valahol, vadászó, gyűjtögető társadalmak mondjuk, és mellesleg leszették azokat a bogyókat, amelyek ott kinőttek az általuk eldobált magokból. Ez is egyfajta gazdálkodás, a társadalom létfenntartását biztosítja. Tehát azt akarom mondani, hogy a gazdaságnak ez a szubstantív funkció, hogy olyan gazdaságot kell találnunk, amelyik a társadalmat képes működtetni, képes ellátni. Most az a baj, hogy olyan gazdasági rendszerbe futottunk bele óriási erővel, amelyik, hát itt előttem már vázolták, ugye tönkreteszi a magának az életnek az alapjait. Tehát az lenne a dolga, hogy fenntartson minket materiális értelemben, ehelyett ott tartunk, hogy a gazdaság az, ami lerombolja az élet materiális alapjait, mert tényleg ránk omlik a klíma, nem lesz termőföldünk, vegyszerekkel szennyezett a szoptatós anyáknak a teje, és így tovább. Ugye elképesztő dolgok vannak, és ezt mind a gyakorlatilag a modern gazdaság működésének köszönhetjük. Egy apró kiigazítást hagyd tegyek, szerintem itt sokak számára ez egyértelmű, és nyilván beszélgető társaimnak is, csak hogy ugye itt Gábor is mondta, hogy már 7 milliárdan vagyunk, aztán Hetesi Zsolt is utalt erre, hogy Kína és India is szeretne még további erőműveket beüzemelni. Hogy ez legyen világos, hogy a mostani ökológiai krízis az nem a 7 milliárd ember miatt van, és nem Kína meg India miatt, hanem a modern világ miatt, Európa és Észak-Amerika miatt. A klímaváltozást az ipari forradalom óta eltelt 200 évben kibocsátott fosszilis tüzelőanyag elégetése okozta. Tehát gyakorlatilag az ökológiai környezeti krízist a modern világ és a modern gazdaság okozta. Ha a világ többi részén nem élnének emberek, csak itt élne mondjuk ez a 2 milliárd ember Európában és Észak-Amerikában, akkor majdnem ugyanitt tartanánk. Ugye van ismert ez az összefüggés, a világ népesség 20%-a használja fel az erőforrások 80%-át, tehát akkor majdnem ugyanígy tartanánk. Az más kérdés, hogy a kilátások persze így még nehezebbek, hiszen azt a kettős problémát kell megoldanunk, és ez valóban
dupla kihívás. Ugye egyrészt ezt a modern gazdaságot át kéne alakítanunk egy olyanná, ami nem tönkreteszi tehát az élet alapjait, hanem valahogy fenntartja őket. Tehát egy ökológiai fordulat kell mondjuk a gazdaságba. Ez is óriási kihívás, mert egy olyan rendszerbe lavíroztuk bele magunkat, ami nem erről szól. Plusz meg kell oldani azt a kihívást is, hogy hát persze a kínaiak és az indiaiak itt kopogtatnak, és azt mondják, hogy hát de hát azért mi is szeretnénk növelni a fogyasztásunkat. Nem elítélhető módon, hiszen hát mondjuk Indiában még 100 milliók éheznek például. Tehát az, hogy az ő materiális fogyasztásuk nőjön, azért arra szinte nem nagyon lehet legitim morális ellenérveket találni. Tehát ez a dupla kihívás, hogy már ez a világ 20%-a tönkretette a világot, de ráadásul még a maradék 80% is úgy szeretné élni, mint ez a 20%, és ez egy dupla. Tehát a fenntartható fejlődés kihívása az ilyen értelemben egy dupla. Mind a kettő külön-külön is elképesztő probléma. Hát a fejlődés problémát sem bírtuk megoldani. Az elmúlt 50 évben nem tudtuk megoldani azt. Most is 1 milliárd ember éhezik a Földön. Arányait tekintve ez mondjuk kevesebb, mint 30 évvel ezelőtt, de abszolút számokban több. A szegénység problémát, az elmaradottság problémát sem tudtuk megoldani, és akkor ráadásul itt van az ökológiai probléma. És most meg éppen az a kihívás, hogy ezt a kettőt oldjuk meg valahogy, mert különben nem nagyon lesz jövő.